Szabolcs Rambala Gabriella, a Tinódi Ház új igazgatónője. Tanult szakmája szerint pedagógus. Éveken át dolgozott iskolában, ahol a szervezési feladatok is rámaradtak. Tanult művelődés szervezést is, és dolgozott a Kaposmenti kistérségnél. Minden előtanulmánya megvolt az életébe ahhoz, hogy adott pillanatban igent mondjon a Dombóvári Művelődési Ház igazgatói posztjára. Hát számomra a közművelődés a közösségi létnek a szervezése, az együttlét. A közösségi csoportoknak, a közösségeknek, egy adott településnek, a közösségeinek az együttléte és együtt gondolkodása és a kulturális életnek a szervezése számomra ezt jelenti. Azt gondolom, hogy Dombóvárnak mindenképpen egy motornak kell lennie ahhoz, hogy a kis térségben lévő kisebb települések is megmozduljanak, és ott is egy bizonyos fajta közművelődési munka folyik, és ehhez próbálunk segítséget is nyújtani, amennyiben igénylik ezt, vagy amennyiben szeretnék. De én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, én azt látom, hogy a településeken mindenhol van azért egyfajta közművelődési munka folyik, akár Kurdot veszem, akár Csikos Törtöst veszem, akár Atalai települést veszem, vagy éppen Szakcsot, ahol még abban az időben az IKST-k létrejöttek, és ennek kapcsán, ennek a pályázatnak kapcsán azért nagyon szép közművelődési munka folyik. Bekapcsolódnak nyilván a városnak a kulturális közművelődési életébe, járnak rendszeresen színházba, a településekről, és akkor a közművelődési szakemberek, akik kint dolgoznak településeken, azok felveszik velünk a kapcsolatot, és csoportosan jönnek színházi előadásokra. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól csinálják ott kint a kis településeken a munkájukat, és nagyon jól végzik ezt a feladatot. Olyan házat akarnék igazgatni, ahová minden nemzedék szívesen bejár, és megtalálja azt a kulturálódási formát, mely korának és ízlésének megfelelő, mondja. Én úgy látom, hogy ez most már kialakulóban van, tehát hogy egyre nagyobb számmal jönnek hozzánk színházba, előadóestekre, próbáljuk lefedni a közművelődésnek minden szegmensét, és a kultúrát úgy megjeleníteni itt a városban, hogy az mindenki számára elérhetővé váljék, és nagyon sok színű legyen. Éppen ezért mondom, színházi előadások, egészen az aprók színházától, csecsemő színháztól, egészen a nyugdíjas korosztályig, az operettig, amit ugye ők imádnak, mindenféle színházi előadást próbálunk ide prezentálni. Legfőképpen igen, de legfőképpen amit én nagyon szeretnék, hogy a fiatalokat minél szélesebb körben és nagyobb számban meg tudjuk mozgatni. Nagyon jó érzés látni, hogy iskola után már bejönnek hozzánk, ha csak itt az aulában, itt az előterünkben egy kis beszélgetésre, és használják a házat, és kérdeznek, és látják a plakátjainkat, a szóróanyagjainkat. Próbáltunk ifjúsági klubot szervezni nekik, minden pénteken délután egy helyiséget kialakítottunk ezek az új játékokkal, Xbox-szal, szereltük fel őket, és tényleg olyan interaktív játékokkal, amit ők is szívesenek. Tehát próbálunk e felé elmozdulni, de hát ezen még azért munkálkodni kell. Nagyon jó a viszony a város oktatási intézményeivel, mondja Gabriella. Ennek megfelelően a kicsik számára már nem idegen hely a Tinódi Ház, ami egy jó alap arra, hogy kineveljük a jövő kultúrnemzedékét. Az ifjúsági képzés, vagy az ifjúságnak a megszólítása, ez a legfontosabb feladatunk, hogy legyen utánpótlás, és szívesen jöjjenek a házba a későbbiekben is. Akkor lennék elégedett, mondja, ha a mainál magasabb színvonalú kultúrát tudnék a házba behozni. Ez nem azt jelenti, hogy most nem erre törekszünk, de nyilván a korlátaink, esetleg az anyagi korlátaink is, meg egy picit a szakember korlát, és azzal is küzdünk, de hát majd igyekszünk egy olyan csapatot összehozni, akik nagyon szívesen és elhivatottan végzik ezt a munkát, mert ez a fontos számunkra, hogy mindenki egy magasabb kultúrát kaphasson ebben a városban. A műfáz egyik legfontosabb feladata lesz a jövőben, hogy mozgatórugója legyen a város kulturális és civil életének. A terek és a lehetőségek a rendelkezésre állnak, és jó együttműködések segítik ezt a folyamatot, mondja az új igazgató.
egy nyitott és szerethető műfázat alakítani ki Dombovár és a Kaposmenti térség számára. Ez a cél.